Sziasztok, Bérci Robert vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket csirkés főzőkurzusunk következő adásában. Ugye biztos ti sok receptben találkoztok azzal, hogy alaplét kell a receptben használni, alaplét kell hozzá főzni. Most azt fogom megmutatni, hogyan készül a csirke alaplé. Az alaplevet és a húslevest azért egy dolog megkülönbözteti egymáshol, nevezetesen az, hogy mennyi a hús és a zöldség aránya. Az alapleveknél sokkal, de sokkal több húst kell, hogy használjunk, és kevesebb zöldséget, ez itt látszik is. Általában, hogyha alaplevekről beszélünk, akkor a szárnyasok esetében kétféle alaplevet különböztetünk meg, a világos vagy fehér színű alaplét, illetve a barna alaplevet. Én most a barna alaplevet fogom nektek megmutatni. Egy különbség van a kettő között, hogy a húsokat mielőtt elkezdjük főzni, egy picit megpirítjuk, hogy megsütjük. Lehet ez serpenyőben, én most sütőben fogom készíteni. És ugye, hogy milyen husokból készíthetünk szárnyas alaplevet, én most ehhez három félét választottam ki. Az egyik a csirkefarhát. Ez nagyon jó, mert ugye csontos, porcos, van rajta a csirkének bőre, pici zsírja, úgyhogy ettől nagyon jó teltízű lesz az alaplevünk, a másik a csirke szárny. Ugye ezen is porcok, húsok, bőr, tehát minden egyes olyan finom rész rajta van, amitől jó ízű lesz az alaplevünk. Illetve a harmadik, a csirkének a nyaka, ami szerintem, hogyha akár húslevest vagy alaplevet főzünk, az egyik legjobb ízű húsrész, amiből elkészíthetjük majd az alaplevünket, illetve hogyha leves szeretnénk főzni, akkor is jó szívvel ajánlom nektek. Akkor kezdjük is a húsok előkészítésével a receptet. Először a farhátat fogom, és kisebb darabokra vágom. És ha így megvan, egy hőálló edénybe teszem. Ezután feldaraboljuk a csirkeszárnyakat. A legegyszerűbb a szárnyakat itt a, az izületeknél elvágni, ez a legkönnyebb. És most tőhet a csirke nyaka. Ezt is szépen földaraboljuk. Ugye beszéltem arról, hogy világos, illetve sötét alapleveket szoktunk szárnyasból készíteni. A világos alapleveket olyan husokhoz szoktam általában adni, amihez egy olyan mártást készítek, ami tejföllel, tejszínnel van például habarva, tehát egy világos színű, ezt általában a főttebb husokhoz ajánlom. Viszont a barna alaplevet az például a sültek hez készítő mártásokhoz szoktam én használni. Én most ugye a barna alaplevet fogom elkészíteni nektek, amihez ugye az összedarabolt húsokat körülbelül egy olyan 200 fokra sütőbe fogom tenni és aranybarnára pirítom. És akkor most jöhet a zöldségeknek az előkészítése. Mint azt mondtam nektek, az különbözteti meg az alaplevet a húslevestől, hogy az alaplében lényegesen kevesebb zöldséget teszünk, tehát ott a húsnak az íze fog dominálni, viszont azért egy pici zöldségre ezekbe is szükség van, nagyjából ugyanazokra, mint a, egy húsleves esetében, tehát vörös vöröshagymára, sárgarépára, petrezselyemgyökére vagy répára, egy szem paradicsomra, és majd fokhagymára, illetve gyömbérre lesz szükségünk. Tehát akkor most előkészítem a zöldségeket. Először meghámozom, és feldarabolom a répákat. Összevágom a paradicsomot is. A hagymát először így ketté vágom, és most jön egy kis érdekesség, hogy egy serpenyőben meg fogom pirítani egy picit ezt a vágási felületét a hagymának. Ettől egy picit szebb színt fog kapni majd az alaplevünk, és egy picit egy ilyen édes, sültebb ízt fog neki majd a sült hagyma kölcsönözni. Ezt nyugodtan egy forró serpenyőben, egy teflon serpenyőben, mindenféle zsiradék nélkül megsüthetjük. A fokhagymákat így egy picit a késélével megütöm, nem baj, hogyha így szétesik, de nem kell földarabolni. Ha így megütöttük, jobban kijönnek az ízei. Illetve még egy két-három szelet gyömbért is vágok. Ugye a répa, a hagyma egy ilyen mélyebb édeskés ízt fog adni majd a mártásunknak, viszont a gyömbér egy ilyen könnyed frissességet fog neki kölcsönözni, tehát fölfrissíti az egész mártásunkat és alaplevünket a gyömbér. A zöldségeket előkészítettem, a húsa szépen pirul benne a sütőbe, úgyhogy most lássuk a zöld fűszereket. A zöld fűszerekből én egy ízesítő csokrot, franciául egy bouquet árnyit fogok készíteni, amivel általában az alapleveket szoktuk ízesíteni. Ehhez szükségem van körülbelül egy ilyen három darab újhagymára, egy kis csokor petrezselyem zöldre, zellerszárra, illetve kakukfűre, friss kakukfűre. Na, és akkor ebből fogok szépen most egy csokrot kötni. Általában ezt egy olyan spárgával kéne, hogy összekössük, most nekem nem volt a konyhán spárgám, úgyhogy alufóliából készítettem két ilyen kis drótocskát, ezzel fogom majd szépen összetekerni a fűszernövényeket. Tehát az új hagymát, jöhet a petrezselyem, az eller, illetve egy kis csokor kakukkfű, és szépen, mint egy dróttal dolgoznánk ezzel a alufóliával így összetekerem, és amikor majd fő, ez nem fog így szétesni az alaplevünkben. De hogyha van valakinek otthon spárgája, akkor természetesen nyugodtan azzal is összekötheti, de ez az alufólia is nagyon szépen meg fogja nekünk így fogni, és ezzel az ízesítő csokorral fogom majd fűszerezni már az alaplevünket. És körülbelül egy 1 óra, egy óra tíz perc elteltével meg is sültek a csirkék. A csirkék szép aranybarnára sültek, úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy elkezdjük összerakni az alaplevünket. Szépen a csirkéket bepakoljuk egy nagyobb fazékba, hozzáadjuk a zöldségeket, mivel a hagyma, a fokhagyma, a sárgarépa, illetve a répa, paradicsom, és a gyömbérszeletek. Ízesítsük egész fekete borssal. Nyugodtan lehet egész, mert a végén le fogjuk szűrni. És egy pár szem, hát körülbelül három ilyen pici töret csillagánést fogok még hozzárakni. Ettől azért nem lesz ánizsos íze, viszont a húsos jellegét, azt nagyon ki fogja hangsúlyozni majd az alaplevünknek. És most, hogy ez így megvan, felöntöm hideg vízzel. Körülbelül annyi vízre van szükségünk, hogy épp hogy ellepje az alaplében lévő húsokat, illetve zöldségeket. És akkor itt jön most egy apró trükk. Körülbelül egy evőkanál szója adok hozzá. Ez igazából arra kell, hogy tisztítsa az alaplevünket, hogy szép áttetsző legyen. És akkor az egészet pedig megkoronázom azzal a fűszercsokorral, azzal a bukégárnyival, amit elkészítettem. Jó, tehát az így előkészített alaplevet most fölrakom a tűzre, és kislángon körülbelül egy olyan kettő óra alatt megfőzöm az alaplevet. Mikor az alaplé felfort, leszedem róla a habot. Körülbelül olyan két-két és fél óra lassú főzés után el is készült az alaplevünk. Úgyhogy most nincs is más hátra, mint hogy leszűrjük. Én ezt most egy ilyen finomabb szűrővel fogom leszűrni, de nyugodtan átszűrhetitek ti majd egy textilpelenkán, vagy valamilyen szűrőpapíron, ha azt szeretnétek, hogy még tisztább legyen az alaplé. És akkor szépen óvatosan, hogy ne keverjük föl, tehát hagyjuk, hogy a, az üledék a lábos alján maradjon, óvatosan átszűrjük az alaplevet. Na, tehát itt van az elkészült alaplevünk, amit egy ilyen kis üvegtányérba kitöltök, hogy, hogy lássátok ti is. Nagyon szép színe van, áttetsző. Ha azt szeretnénk, hogy még áttetszőbb legyen, akkor nyugodtan egy textil ruhán is át lehet szűrni. Úgyhogy, ha tetszett ez az alapré recept, akkor azt mondom, hogy készítsétek el ti is vegyetek részt továbbra is a csirkés főzőkurzusban. Viszont még jobb ötlet lenne talán, hogyha ebből az alapléből készítenétek egy mártást, egy ragút, egy bármilyen ételt, amihez alaplevet kell használni. Tehát az alaplevet most így be tudjuk rakni a hűtőbe, vagy jégkockának lefagyasztva is el tudjuk tenni, és mindig, amikor szükségünk van rá, akkor lehet használni. Még azt is meg lehet vele csinálni, hogy ilyenkor visszateszitek a tűzre, és szépen lassan, egészen ilyen olajsűrűségűre visszaforraljátok, és akkor bármilyen jellegű húsétel mellé egy nagyon finom e, ilyen dömig vagy nem tudom, ilyen e, nagyon finom mártás lehet belőle készíteni. Ugye egyet nem mondtam el, és ezt e, furó így a végén teszem meg, de hogy sót, azt nem teszünk az alaplébe soha. Tehát mindig azt az ételt, amit az alapléből készítünk, azt sózzuk meg. Tehát az elején nem teszünk bele sót, mert ugye itt is elindítottam kb. 2,5 liter vízzel, és a végén maradt belőle nekem kb. 1 liter alaplevem. Ugye az elején ezt megsóztam volna, akkor a végére biztos, hogy nagyon sós lett volna. Tehát ez mindig, amikor elkészült, akkor kell, hogy sózzuk. Na, tehát még egyszer, ha tetszett, akkor készítsétek el ti is, vegyetek részt továbbra is a csirkés főzőkurzusban, várlak titeket a következő videóban, sziasztok!